Ez a Pécsi harmadik Színház viharvert épülete kívülről. A benti terek is az elmúlt évtizedek hangulatát idézik, az ingatlan megérett a felújításra. Ezért az önkormányzat forrást biztosít a renoválásra, átalakításra, így adva esélyt a teátrum továbbélésének. Ahhoz, hogy a Pécsi harmadik Színház művész oldala, tehát a művész színház tudjon működni és tovább tudjunk létezni, ahhoz már szükséges egy korszerűsítés. Mert a legutóbb a régész barátai Mamutcsontot is találtak, tehát ez, ez inkább már egy régészeti lelet, ez a színház. Meg kell felelni a 21. századnak, és akármennyire is fura gazdasági alapokra kell helyezzünk a művész színház működését. Ez pedig csak. Csak úgy működik, hogyha egy olyan helyen tudjuk a nézőket vendégül látni, ahol szívesen jönnek vissza. Eddig is jártak, nagyon szépen köszönjük nekik, nagyon köszönjük a bizalmat, nagyon köszönjük, hogy a továbbiakban is támogatni fognak minket, mert ugye támogatni fognak minket azzal, hogy eljönnek, mi pedig mindent megteszünk, hogy jól szórakozzanak és jól érezzék magukat. A tervek szerint a teátrum lehetőségei bővülnek, így a bevételei is növekedhetnek a korszerűsítés után. Ez az egyetlen kiútunk van, hogy a nézőteret a színpadot konferenciákra, egyéb rendezvényekre fölkináljuk az érdeklődőknek, természetesen ehhez jól kell kinézen. A mellékhelyiségektől kezdve a ruhatárig, a büféig, a színészöltözőkig. Ugye, ha csak a színészöltözőket veszük, a néző ezt nem tudja, igazából nem is tartozik rá, de itt a leízat színművész szünetben majd másfél emeletet kell egy jéghideg folyosón végigvergődjön, és utána vissza a második felvonásra, majd a második felvonás végén ismét ezt az utat megtenni, kockáztatva állandó jelleggel az egészségi állapotát, és ezzel muszáj, muszáj változtassunk. Tehát ennek fogunk most neki állni. Az önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítását több szakaszban képzelik el. Készült egy több lépcsőben álló felújítási terv. És ugye ennek az egyik része az, amit nem lehet energetikainak hívni, az a belső, mondjuk úgy, hogy közönségterek, mosdók, különböző részek használata. Ezt hívják első ütemnek a színházi szakértők, és azt mondják, hogy ha ez megújul, ezzel lehet plusz bevételeket szerezni, lehet konferenciákat, egyéb rendezvényeket, egyéb eseményeket bevinni, tehát amikor nincs színházi előadás, akkor lehetne plusz bevételt generálni. Ezért azt vizsgáltuk meg, hogy ugye azért, ha most nagyon őszinték vagyunk a színházi tau eltűnése után, meg a Covid után, ugye azért elfogytak nagyjából a támogatók is, és ugye ki kell alakítani új bevételi forrásokat, ezért a város csinált egy gyors költségetési felmérést, és azt mondta, hogy jó, akkor az első ütemre, meg még egy plusz részre, amin dolgoznak a szakértők, a műszaki szakértők, hogy ez most fűtés vagy színpadtechnika, ezt eldöntik idővel, ez kialakul, és akkor erre adunk egy 240 millió plusz áfás keretet. Ezt értelemszerűen, mivel a városi az ingatlan, ezért az volt a kérésünk, hogy a város fogja a normál keretbe tenni, ahogy a városfejlesztési ZRT fogja végrehajtani, és a szerződés szerint üzemeltetheti a Muravec produkció, illetve a harmadik színház az ingatlan. Értelemszerűen a bérbeadás van, akkor annak egy olyan típusú szolgáltatási lába lesz, hogy van egy alapbérleti díj, amit fizetnek a városnak. A támogatási összegeket csökkentjük, mi az egész konstrukció lényege? Hogyha lehet energetikai felújítás később csinálni a bűtemet, akkor már elő legyen ahhoz készítve. Ha ahhoz lehet mondjuk uniós nyerni, akkor a teljes színház megújulás meg lehessen mondjuk két éven belül. Az energetikai korszerűsítéssel az épület működtetése kerülne kevesebbe. Az alpolgármester azt mondja, a harmadik színház Pécs pótolhatatlan értéke, ezért meg kell menteni. Alapvetően azt gondolom, hogy a, ha nagyon őszintek vagyunk a harmadik színháznak a független színházi mi voltja. Nem én mondom, hanem ezt mondják, az a pécsiségnek egy alapékköve. És ezért alapvetően itt nem csak, nem csak, arról van szó, hogy egy ingatlant rakjunk rendbe, hanem van egy olyan állapotban lévő kulturális intézmény, ami azt gondoljuk, hogy Pécsnek a része és országosan a, egy fontos kulturális kincs, és ez a beavatkozás értelemszerűen azt is szolgálja, hogy ez a kulturális kincs az megmaradjon és fejlődjön tovább. Ahhoz, hogy a munkák elkezdődhessenek, még a városi közgyűlésnek rá kell bórintania a 300 milliós összeg kifizetésére. Ez leghamarabb, március 19-én történhet meg. Mikor az épületben járt stábunk éppen műszaki egyeztetést tartottak az önkormányzat fejlesztési cégének bevonásával, ez is jelzi, hogy komoly a felújítási szendék az önkormányzat részéről.